Bánhidi László vagyok, az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselője, és most ismét a Fidesz-KDNP által támogatott képviselőjelölt. 25 éve élek Budakeszin, és hálás vagyok a városnak, hogy befogadott, hogy itt kaptam meg a hitet a közösségi élet gazdagításához, hogy itt válhattam nagycsaládossá, és itt nevelhetem gyermekeimet. Építész vagyok, és ez a hivatás is kötelez a város építésére. Az elmúlt 5 évben fejlesztési tanácsnokként szolgáltam Budakeszit. 9 éve vagyok az 5. körzet képviselője. Ez idő alatt megvalósítottuk a korábbi választási ígéreteink szerinti fejlesztéseket. Új iskola, bölcsőde, óvodabővítés, új buszjáratok és jövőre tanúszoda is épül a sportpálya területére. Mindez jelentősen megváltoztatja a Zicsi és a Knáb utcák forgalmát, a főutcának forgalmának növekedése pedig kihat a csatlakozó, jobbára menekülő útként szolgált Széchenyi és Batthyány utcákra. Vizsgálni kell a forgalomtechnikai szempontok szerint, hogy torlódásmentes, akadálymentes, biztonságos legyen a közlekedés, hogy mindenkinek jusson parkolóhely úgy, hogy közben ne hátráltassa a forgalmat. Az elmúlt 5 évben csak a körzetben közel 2,5 km járda épült újjá. Ezt a munkát folytatva további balesetvédelmi eszközök, jelzések, berendezések is szükségesek, hogy vonzó legyen gyalogolni, hogy mindenki nyugodt szívvel eresse útnak gyermekét, hogy az idősebbek is gond és félelem nélkül jussanak célba. Az autóforgalom csökkentése a tiltások és kizárások helyett segítségnyújtással és előnyökkel érhető el, hogy vonzó legyen a tömegközlekedés, ennek érdekében biztosítunk ingyenes diákjegyet Budakesz területén belül, hogy jól járon, aki busszal indul a fővárosba, ennek érdekében létesítünk buszsávot a 22-es járatok teljes vonalán. Szakmai ártalom, értelemszerűen építészként a település képpel szeretek leginkább foglalkozni. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a környezetünk minőségi környezetként jelenjen meg, beleértve az épületek külső és belső megjelenését a funkcionalitáson túl, de ehhez hozzátartozik a teljes városkép, hozzátartozik a zöld környezet, a parkok, akár a kisebb zöld felületeknek a hatása, ezeknek a karbantartása és a legmagasabb színvonalú kialakítása. Ugyanilyen fontos, hiszen Budakeszinek komoly építészeti hagyományai vannak, hogy építészeti értékeinket őrizzük, és legjobb tudásunk szerint adjuk tovább a következő nemzedéknek. Ehhez a munkához kérem megtisztelő bizalmukat és támogatásukat.